Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Súlyos beteg fiataloknak tartanak mozgásszervi fejlesztő tábort Múrágyon. A vendéglátás rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. Modern technikai háttérrel zajlik a Tamási tábor. Talpégést, hőgutát vagy kiszáradást okozhat a kutyáknál, ha gazdájuk a tűzőnapon sétáltatja őket. 2 évvel ezelőtt mutattuk be először Ács Ricsi történetét, akkor egy kérésének tettünk eleget, hiszen egy rendőrségi helyszínelő buszba ülhetett bele a nagybeteg fiú. Stábunk ismét egy álmát váltotta valóra azzal, hogy szerepelhetett a kamera előtt, és beszámolhatott gyógyulásának menetéről. Ott van ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Stábunk először 2019-ben találkozott Ricsivel, most pedig egy fejlesztő táborban látogattuk meg, hogy valóra váltsuk egy újabb álmát. Én oxigénhiányos állapotban születtem 2007-06-18-án, 5 óra 6 perckor, ha valakit érdekel. Nem panaszkodok egyébként, így is lehet élni, csak egy kicsit nehezebb, de ahogy meg van írva, majd úgy lesz. Küzdünk, ha szabad így fogalmazni. Küzdök az élettel. Ricsi már nagyon várta, hogy ismét részt vehessen abban a nyári terápiás táborban, ahol már nem első alkalommal jár. Hétfőn kezdődött, és pénteken lesz vége. Van egy 20 perces lovaglás, talán 20 perces, és akkor 2x45 percet nyomjuk. Hát a nap végét azt nem kívánom senkinek se, tehát hogy én már úgy el szoktam fáradni, hogy azt, hogy nem kívánom senkinek se, de az elején, hogyha elememben vagyok, akkor jó. Hogyha nem, akkor az azért meg szokta nehezíteni a dolgomat, de igyekszem jó pofát vágni hozzá. A fiú a tornaszót a szebben hangzó izomtenyésztésként szereti használni. Elárulta, hogy sok fejlesztő gyakorlatra van még szüksége. A betegségemről egyébként nem szeretek beszélni, mert az élettel foglalkozok, és nem a vagy állapotban vagyok. Én mindig pozitívan szoktam hozzáállni az élethez, sose negatívan egyébként, mert az nem szabad. Vannak sikereim az életben. Például az iskola, na hát nagyon, nagyon büszke vagyok magamra, mindig is példás magatartás, meg példás szorgalom jellemzött. 4 darab 4-esem van, a többi 5-ös. Hát hál' Istennek fél évkor nem buktam meg matekból, pedig 2-esre álltam, de kijavítottam 4-esre, szóval az is siker, de vannak kudarcosabb napjaim is, például kedden sikerült leessek a lóról is. Első és utolsó alkalommal. Nem tervezek többet leesni egyébként. Szabad idejében zenét hallgat, és szereti kreatív dolgokkal elfoglalni magát. Legutóbb egy meseíró pályázaton vett részt, ahol alkotásával előkelő helyezést ért el. Janikovszki Éva országos meseíró pályázaton. Hát országos második helyezést értem el a Múlt nyomában című írományommal. Erre is büszke vagyok amúgy. Leginkább barátokkal találkozni, de azért közben folyik a kemény munka is a háttérben. Vannak álmaim is egyébként. Például az egyik az, hogy szerepeljek a tévében, na ez már többször megvalósult, nem félek a kamerától, bevallom, jó is áll nekem, szóval. Erre születtem, kár lenne tagadni. Ricsi úgy köszönt el stábunktól, hogy a további terveiről egy következő forgatás alkalmával szeretne majd beszámolni. A
A vendéglátó szektorral kapcsolatos tábort szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános iskolás gyerekeknek. Az egyhetes programot, ahol a fiatalok kipróbálhatták többek között a cukrászatot és a vendéglátás egyes ágazatait, térítésmentesen élvezhették. Megfogjuk szépen, és bedobjuk. Oké? Idén már második alkalommal szervezett kis gurmé tábort a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek részére. Vörös Mária, pályaorientációs tanácsadó azt mondja, szeretnének hagyományt teremteni a táborral, ahol különböző játékos feladattal és versenyen keresztül ismertetik meg a gyerekekkel a vendéglátó szakmát. Volt egy felszolgáló lány, ő elmondta a gyerekeknek, hogy a felszolgáló szakma miről szól, ugye ez most már több szakmacsoportban jelenik meg, a vendégtéri technikus, illetve a vendégtéri szakember munkáját mutatta be, bemutatta a poharakat, elmondta, hogy hogy kell teríteni, hogy kell viselkedni egy pincérnek, milyen erősségekkel kell rendelkeznie, hogy a későbbiekben, hogyha esetleg ezt a szakmát választja, akkor mire kell ügyelnie. Minden esetben törekszünk arra, hogy a korosztályhoz mérten, a korosztály sajátosságait figyelembe véve mutassuk be az adott szakmát. Ahogy mondtam, a tegnapi napon itt volt velünk a felszolgáló hölgy, ő elmondta nekik, hogy amikor ők maguk elmennek egy étterembe, hogy hogy kell viselkedniük, mit kell a pincér, hogy kell a pincért odaszólítani magukhoz, hogy tudnak ételt kérni, mire ügyeljenek. Elmondta a szakmának a praktikáit, hogy mi az, amit már most esetleg, ha a szüleikkel ellátogatnak egy étterembe, akkor már bizony figyeljenek meg, és viselkedjenek úgy egy pincérrel, hogy az udvarias legyen, és ugye ez gyakorlatilag egy kis szociális építkezés is, hogy tudjuk azt, hogy bizony, ha elmegyünk egy étterembe, akkor hogy kell viselkedniük. Ez a sárgarépa nagy, ugye? Mindig elvágjuk félbe, könnyen kezelhető legyen. Szépen itt csinálsz neki egy kis talpacskát. Megyünk egy mesterszakácshoz, a Mancinger László úrhoz, ő fogja a szakma csinyát, bínyát bemutatni nekik. Nagyon érdekes, mert hogy ugye ők most már kést kapnak a kezükbe, megnézhetik azokat az alapanyagokat, húsokat, zöldségeket, gyümölcsöket. Ugye a mai világban most már nagyon menő, sokszor látjuk a tévében, vannak ezek a főzős műsorok. Egy kicsit most már majd magukévnak tudhatják ezt a szakmát is, mert hogy ők is gyakorlatilag beleesnek ebbe, és ők maguk főznek. Nagyon jó, mert minden nap szinte ők maguknak készítik a reggelit, az ebédet, így már otthon majd a szülőknek is egy kis segítséget fognak tudni nyújtani, és azért valljuk be, hogy ők az a korosztály, aki majd ugye most belelép ebbe a középiskolai oktatásba, és akkor már lehet, hogy sokkal nyíltabban állnak a vendéglátás ágazathoz, és akár lehet a jövő szakácsait, illetve pincéreit neveljük ki. A táborban 22 fiatal vett részt, Nóri annyira élvezte a tavalyi programokat, hogy úgy döntött, ez alkalommal is csatlakozik. Volt magyar nap, akkor ilyen rántott ételeket készítettünk, meg krumplipürét, meg volt lángos is, akkor volt amerikai nap, amikor hamburgert készítettünk sült krumplival, meg hotdogot, és ma pedig voltunk egy szakásnál. Nóri azt is elmondta, otthon is szívesen tevékenykedik a konyhában. Általában ilyen pudingokat főzök, segítek anyának. A 10 éves Adél először jár a táborban, elmondása szerint nagyon érdekli a főzés. Szoktunk csinálni palacsintát, meg fánkot. Eddig a rántott ételek tetszettek neki a legjobban, azt is megtudtuk, hogy miért. Mert nagyon szeretem a rántott húst, meg a rántott dolgokat. A gyerekek a cukrász pék ágazattal is megismerkedhettek, ehhez egy mestercukrász volt segítségükre. Készítünk ráfáló golyót, és egy vegán is lett. Ugye most már nagyon sok gyerek érzékeny több mindenre, tehát erre is figyelek, hogy nehogy a táborban legyen olyan gyermek, aki nem tudja megkóstolni a készítményt, úgyhogy hoztunk egy vegán is lett, ami ugye cukormentes, tejmentes és gluténmentes, hogy ők is tudjanak enni belőle. Én azt látom, hogy már az iskola alsó korosztályából nagyon érdekes, mert ugye több évre visszamenőleg mondhatom, hogy voltak sokkal kisebbek is, és nagyon tetszik nekik, és annyira szívesen készítik, és nyitottak nagyon rá, tehát hogy nagyon ügyesek. Tehát, hogy bármit mutatok nekik, hogy készítik, főleg amik hozok hozzá színes cukorkát, és hogy kreatívkodhatnak és díszíthetnek, hát azt érzik a legjobban. Úgyhogy ügyesek nagyon. Én mindenképp azt ajánlom, ahogy már a gyermeknek oda lehet
adni egy fakanalat, és csak belekever, csak éppen valamit segít neki. Tehát nem mondom, hogy rögtön az érezkést, de bármi, amiben gyúrkálhat egy kicsit, úgy, mintha egy gyúrmázna, bármi, és mindenképp bevonnám őket, mert ugye ezzel egy közös program is, a másik meg, hogy mindenképp a konyhához hozzászoknak és ügyeskednek. Az egyhetes tábor az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulásával valósulhatott meg, így térítésmentesen élvezhették a diákok. Reményeink szerint igen lesz, még szeretnénk hagyománnyá tenni ezt a tábort. Nagyon fontos, hogy olyan gyerekeket tudunk ide a táborba fogadni, aki esetleg nem tudja megtenni, hogy ő egy ilyen nyári táborba elmenjen. Úgyhogy egyből a szempontból segítünk a szülőknek is, illetve próbáljuk azt is, hogy ezt az ágazatot szeretnénk, meg, legyenek bátrak, gondoljanak arra, hogy nekünk ugye ez a jövőnk. Mindenképp 8. után kell már egy szakmát választani, vagy egy ágazatot, és nagyon szeretnénk, hogyha itt a megyében egy picit nagyobb hangsúly esne erre az ágazatra, hiszen azért tudjuk, hogy Tolna megye gasztronómiája, akár ha a sárközt nézzük, vagy akár a borászatot tekintjük, nagyon nagy múltra tekint vissza. Nyári táborokkal készült a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola Tamásiban. Az egyik lehetőség, amivel élhettek a fiatalok, a jelentős fejlesztésen átesett 3D laborban zajlik. A 3D nyomtatás tábor keretében a 10-15 éves gyerekek megismerkedhetnek a modern technika vívmányaival, azok felhasználásának módjával, lehetőségeivel. Játékos formában szívják magukba azt a tudást, amelyeknek a mai világban nagy hasznát vehetik. A modern technika iránt érdeklődő gyerekek számára szervezett nyári tábort a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola. Az intézmény 3D laborjában minden feltétel adott a Vályi Robotolimpiához, hangsúlyozta az iskola szakmai igazgató helyettese. Az egésznek az ötlete onnan indult, hogy 2 évvel ezelőtt kaptunk egy hatalmas fejlesztési forrást, hogy az intézményünk már meglévő 3D laborját egy komolyabb szintre tudjuk emelni, és mindenképpen szerettük volna ezeket a lehetőségeket kihasználni, illetve a városban, illetve környéken élő általános iskolás tanulók számára megismertetni, és magától adódott az ötlet, hogy nyárra, amikor ugye a tanulók jobban ráérnek, illetve a szülőknek is jól jön az, hogyha a gyermekeknek egy ilyen hasznos elfoglaltságot szervezünk, hogy meghirdetjük ezt a 3D-s tábort. Főként az általános iskolák 4.-8. osztályos tanulók számára hirdettük meg. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy a mai fiatalok most már telefonnal, illetve okos eszközökkel a kezükben születnek. Én azt mondom, hogy ez egy olyan szinten új technológia, amelyik bármelyikük számára újdonságot jelenthet, hiszen mind a 3D nyomtatás, a robotika, a programozás, a lézervágás, gravírozás olyan látványos elemeket tartalmaz, amivel nem biztos, hogy minden nap találkoznak a tanulók, még akkor sem, hogyha ugye ezekhez az okos eszközökhöz, informatikai eszközökhez jobb képességeikkel rendelkeznek. A napközis táborban a diákok nem csak a modern technikával ismerkednek, a hasonló érdeklődési kör barátságukat is eredményez. A tábor egy nagyon meghatározott tematika szerint épül fel, amelyet előre kidolgoztunk. Reggel 7:30 és 8 óra között érkeznek a tanulók. 8 órától 9 óráig egy ilyen csapatépítő, játékos csapatépítés van Wolf Petrával, és ezt követően 9-től délig az első tematikus egység, majd elmegyünk ebédelni, délután pedig nagyjából 3:30-től 4 óráig pedig a második tematikus egységet tartjuk meg. Az első 2 napban 3D-s tervezéssel, illetve 3D nyomtatással foglalkozunk, az következő 2 napban pedig LEGO robot építéssel és programozással, illetve az ezekkel megoldható feladatokkal foglalkozunk, és az utolsó nap pedig az előző napoknak az egyvelege, hogy mindenki azzal foglalkozik, amivel igazán szeretne, illetve amit az 1 órakor tartandó szülői tájékoztató meg szeretne mutatni a szüleinek. A tábor célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a robotikával, a programozással, a 3D tervezéssel és a nyomtatással. Az a jó dolog, hogyha játéknak tekintik, illetve hogyha játéknak tekintik, és közben tanulnak. Az egész tábornak a tematikája úgy van kidolgozva, hogy miközben úgymond játszunk, nagyon komoly ismereteket sajátítsanak el, hiszen ugye a 3D nyomtatóknak a működését megismerik, alapvető matematikai készségeket sajátíthatnak el, térgeometriai ismereteket, fejlődhet a térlátásuk, a finom motorikus mozgás, ugye a logikus gondolkodás a programozás által, tehát mind olyan számos elemet rejtettünk el a programba, amit gyakorlatilag úgy sajátítanak el,
játék közben, hogy észre sem veszik. Maga a tábor is pályorientációs tábor jelleggel van meghirdetve. Elsőképpen az a fontos, hogy megismerik ezt a technológiát, de ugye miközben ide járnak hozzánk, megismerik az intézményt is, és megismerik azokat a, azt hiszem, hogy országos szinten egyedülálló lehetőségeket, amiket a 3D laborunk nyújt. Volt olyan csoportunk tavaly, azt hiszem, hogy fele lány, fele fiú volt, de ez teljes mértékben nem specifikus, hiszen a lányoknak is lehet akár olyan jó logikai gondolkodásuk, vagy érdeklődhetnek annyira a technológiai újdonságok iránt, mint a fiúk. A gyerekek körében nagy sikert aratott a telefontartó kivitelezése, ezt szinte mindegyikük elkészítette. Nekem nagyon nagy élmény, és a 3D nyomtatás miatt szerettem volna jönni ebbe a táborba. Egy telefontartót csináltam, egy ilyen ekkora körülbelül egy űrhajót, és egy bögrét. A korosztály számára, akiket megszólított az iskola ezzel a nyári időtöltési lehetőséggel, nem ismeretlenek az itt használt programok. Fiatal koruk ellenére már többen találkoztak ezekkel. Annyira nem volt új, mert már foglalkoztam vele előtte is, így számítógépen, de úgy nem nyomtottam, és nem volt annyira nehéz. Csináltam egy telefontartót, kettőt, meg egy űrhajót. Az űrhajóval eléggé sok munka volt egyébként. Ja. Telefontartóz meg könnyű volt. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a 3D nyomtatót is. Nekem nagyon tetszik ez az egész tábor, mert nagyon új dolgok és korabeli dolgokat tudunk dolgozni, és nagyon érdekes. Hát a legnehezebb, amikor a robotoknak kellett kereket csinálni, úgyhogy nem szabadott a kereket használni, hanem így gumikat kellett rakni, egy kerékformát kellett összerakni a legokból. Annyira nem volt nehéz a 3D tervezés, én egy űrhajót készítettem, és hát ez elég nehéz volt, mivel még annyira nem ismertük a programot, de megmutatták, hogy kell használni. Egy-két óra alatt már egészen jól tudtuk használni. A Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskola 3 turnusban hirdette meg a modern technikát használó táborát, melyre idén is maradéktalanul beteltek a férőhelyek. A forró betonon sétáltatás könnyen katasztrófával végződhet, ugyanis a kutyák szőrtelen talpa hamar megég az aszfalton. Más veszélyei is vannak azonban a tűző napon történő mozgásnak. A kisállatok könnyen hőgutát kaphatnak, vagy éppen kiszáradhatnak. A kánikulában minden élőlény számára fontos a folyadék utánpótlás, nincs ez másképp a házi állatoknál sem. Ugyanúgy, mint embereknél, önálluk is nagyon fontos a folyamatos vízivás, folyamatosan legyen előttük friss víz, hideg víz lehetőleg, ezt cserélni kell rendszeresen, árnyékot kell adni a kutyáknak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem maradhatnak bent zárt ajtóban, zárt térben, mert pillanatok alatt hőgutát tudnak kapni. Ugyanez igaz a sétáltatás, hogy nem sétáltatjuk a nyári melegben őket napközben a forró betonon, mert a talpárnájuk meg tud égni. Ha muszáj őket napközben vinni sétálni, akkor füves területet válasszunk, vagy inkább a hajnali és a késő esti órákat. Javaslom, hogyha meg tudja tenni a gazdi, hogy ha még a kutya kinti kutya is, inkább engedje be őt a légkondicionált hűvösebb lakásba, házba. Higgyék el, hogy meg fogja hálálni a kutya, mert írtatlan melege van szegénynek, és nagyon jól esik neki is egy kicsit hűsölni bent a házban. Nem tudnak izzadni, a talpárnájukon keresztül képesek párologtatni, illetve liegéssel tudnak hőt leadni. És a nagy bunda alatt ők nagyon sokkal könnyebben hőgutát kapnak, mint az emberek. Különösen igaz ez a rövid fejű, brachicefál kutyákra, mint a mops vagy a buldogok, nagyon veszélyeztetettek ilyenkor. Őnáluk nagyon sok olyan paciensünk van, aki gyakorlatilag délután, reggel 6 óra után ő már nem tud kimenni az utcára, mert 20 méter séta után már elkezd fuldoklani, és nem fog levegőt kapni, hőgutát kap, úgyhogy őrájuk ilyenkor különösen vigyázni kell, mert eleve légzési nehézséggel küzdenek, ebben a nyári melegben, séta közben pedig
nagyon könnyen hőgutát kapnak. A hőgutának több jellemző tünete is van, amiről fel lehet ismerni. Lihegés, szaporalégzés, eszméletvesztés, inkoordinálatlan zavart mozgás, ezek a jellemzők. Testhőmérséklet megemelkedik természetesen, hogyha a gazdi ilyenkor megméri a hőmérsékletét. Hogyha a hőgutára van gyanú, akkor mindenképpen a hűtést kell elkezdeni, mint első segély. Nem kell várni arra, hogy beírjenek az állatorvos, ezt már otthon el kell kezdeni vízzel locsolni a kutyát, a bundáját átáztatva. Tehát az, hogy egy nagy bundájú kutyát lelocsolunk vízzel, az még nem fog átérni a bőréig. Tehát folyó hideg vízzel a bundáját átáztatva. Lehet azt csinálni, hogy egy nagy lepedőt hideg vízzel benedvesíteni, bevizezni, és azt tenni a hasára, lágyékára, ott jelentős hőt tudunk tőlük elvenni, illetve nyilván hűvös helyre vinni, és ami, hogyha a kutya még magánál van, észnél van, akkor pedig az itatással próbálkozni, és hűteni mindenképpen. Fontos tehát, hogy a kánikulában ne csak magunkra figyeljünk, hiszen a kisállatoknak is szükségük van a hűvösre és a kellő mennyiségű folyadékra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!